Na, hallo, szevasztok. Hát az a highlight, hogy általában nagyon sok képet, videót összegyűjtünk, és azt mind a Winchesteren tároljuk, azt előbb-utóbb, vagy a telefonon, vagy valamin áll, hogy a háját mit tudunk ezekkel tenni, hogy a hájunk újra felszabaduljon. Hát lehet többféle tároló eszközt használni, lehet USB használni, lehet microSD-t használni, és lehet CD-t használni, amitől ugyan nem kell félni, már a Windows 10 meg a Windows 7 az alapból írja ezeket a lemezeket. Hát erre próbálom most mutatni példát, ez egy 16 GB-os microSD RAM betesszük ezébe, és akkor megnézzük, hogy hát tudjuk rá másolni az itt felgyűlemlett képeket. Hát ezt most akkor pofalemezemet leteszem a mappalira, és akkor megnyissuk. Ma be is tettem a... megnyissuk a fájkezelőt. Aztán akkor nézzük, mit lehet itt tenni. Megkezdjük a USB meghajtójé, megnézzük a tulajdonságokat. 14,4 GB-ot lehet rátenni. Akkor ezt nyitva kellett volna hagyni, minden fájkezelő. Keressük a meghajtót, és akkor ezeket ott tudjuk rá másolni, azt mondja. Kirándulás összes, az 1,7 gigabyte tartozzuk ide, és már viszi is ki az USB is a SD-ről viszi is ki. Én csak azt az egyet másolom áttára, ezeken is lehet tárolni. De ennek van még egy előne, azért vettem én is 16 GB-osat, hogy hát a fényképezőgépbe beleteszem, és a 4 helyett 16 van benne, és utána nem kell a gépet, és lehet cserélni. Ha megtel lett, akkor ki lehet cserélni, bár 16 GB az nem olyan kevés, hogy azt cserélni kellene a fényképezés közben, esetleg ha hosszabb videókat csinálunk, már azért az eredeti 4 GB az elég kicsi neki, és ezt bele lehet tenni a fényképezőgépbe, utána kihúzzuk és átmásoljuk a gépre vagy CD-re, hát inkább a CD-t akarok megmutatni, hogyan lehet ezt megcsinálni. És mindjárt kész is lesz, meg tudjuk látni, hogy az USB meghajtó lesz a microSD. Mindjárt átviszi ezt a fajt, pár pillanat, az egész. És már is rajta van a... Most megnézzük, akkor itt vannak a képek. És már megy is a... Ezért, de hát én azt nem akarom itt ára rátenni, be is kapcsolom a törlés, letöröljük, igen. Ezt most bezárjuk, és akkor nézzük a CD-vel, hogy mit tudunk tenni. A CD kicsit régi, meg ózsdinak tűnik. De hát nekem itt van például ez a... Hát kb. 10 évvel ezelőtt felvett. Ez például a Mulder meg a Scully ügynöknek az összes filmje.
Nem is tudom, mi volt most a címe, de azt tudom, hogy a motto az az igazság odaadt van, az az összes évad rajt van a lenne pár CD-n. Ez meggyőz arról, tehát 10 év múlva is olvasható, lejátszható, nagyszerűen semmi gond nincs vele. Ha nézzünk is meg egyet, mondjuk az a ripfajla van kimentve, hogy hogyan működik az. Úgyhogy egész nyugodtan tudja olvasni, mert nagyon hosszú idő eltelt után is azt a... CD-romot menjünk be a kezelőbe, fájkezelő. Azt mondja, mi van, hát DVD-rom meghajtó, azt betesszük ide. Már be is kapcsolta a gyors elérést. Itt van rajta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rész van ebből rajt. Hát nézzünk is meg egyet, látnak ott. Amint látjátok, én most is tökéletesen megy. Mutasson valami igazolvány. Há igen? Az összes évad megvan azon a part édén, de hát ér, vigyázni kell a számára. Ripfajba vannak kivűdve, és az azért nagyon tömörített, de lejátszható, még annyi idő után is, pedig hát elég már 11 pár évesek. Akkor most bontjuk ki ezt a Maxwell kazettát, vegyük ki. Tegyük vissza a Scully ügynököt, meg a Muldert a dobozába. És akkor bontjuk meg ezt a Maxwell kazettát, és akkor megnézzük, hogy hogyan lehet a videójánkat eltárolni. CD-ken. Hát ez így néz ki. Ez egy fedőlap. Hát akkor tegyük is be az első CD-t. Egy Maxwell. Vagyis hát nem CD, az DVD. Akkor megnézzük, hogy mit lehet vele csinálni. Hát akkor most megkeressük meg a DVD meghajtót. Hajkezelőbe. Egy lezárt fájlelszerű megoldást választunk. Mi legyen a lemez címe. Az első világháború képekben, legyen a halonapi képek. Azt mondja. Megnézzük először, mekkora a fájl. Ez 408 megabajtos. Tehát ez nyugodtan fölfér, meg a falunapi videók, akkor ezt rátesszük egy CD-re. Vásolás ide. Már viszi is ki a... Igen. És akkor még behozzuk hozzá a falunapi videókat. Meg 1,2. 1000 gigabajta, hát nyugodtan nálkér ezen a DVD elemezen. Igen, és akkor menünk a kezelésre. Írásra kapcsolunk, és akkor meg fogja nekünk írni azt a CD-t mindenféle. Már sem munka nélkül, nem kell semmiféle letölteni hozzá.
és akkor rákapcsolunk az írás befejezésére, hogy címét esetleg adhatunk neki, falunap. Írási sebesség, ugye 12-szeresen írható, én 8-szorosat választok. Aztán akkor gyerünk tovább. És meg is kezdte az adatfajlok kiírását a lemezre. Mindjárt meglátjátok, hogy igen egyszerűen működik. Megkezdte az írást, látszik itt oldalt. A hátra lévő idő a becsült 3 perc, hogy addig gyújtok is egy cigit magamnak. Két perc hátra van, ha minden számítógépben van DVD-ról, laptopokban is, úgyhogy ha kezd elfogyni a memória, nyugodtan másoljátok ki CD-re, 20 évig nem lesz gondotok, problémátok legalább, és az akkor bármilyen a másik előnye, meg az, hogy bármikor bedughatod a szobába a DVD lejátszóba és lejátszhatod. Még csak annyit, hogy alkoholos tollal írjátok rá a CD-re, hogy itt töltöttetek rá. Ezt akkor jól látszik. Ezt utána beteszitek tárolóba, rendszerezitek ott. Akkor bármikor elővehet. Én a DVD-n való tárolást javaslom nektek. Elég időtállóba, kissé ma idejúnak tűnik, de mégiscsak az a legjobb, mert ezek az USB meg a microSD kartok azok szokott a problémát. Ha kell az embernek, akkor hamar letörli. Viszont ha kiírod DVD-re, ha nem újraírható, azt nem fogod törölni. És a legalább 10-15 évig, mint ahogy nekem a Scully meg a Mulder filmjáé, mi az összes évad megvan már egy pár 10-15 évért, most is nyugodtan lejátszható az egész. Nem fog nektek ez eltűnni, de könnyebb a CD-t rendszerezni, mondom a mikrokardon meg a USB tárolón az a gond az egész ala hamar töröl, már az ember aztán később meg szükség lett, de akkor meg nincs meg. Én a DVD-re írást javaslom. Lehet még külső Winchestert venni, vagy tesztek a gépbe még egy Winchestert. Egyszer drágább, másodszor energiát fogyott, és ezek a külső Winchesterek, azok is csak energiát fogyasztanak. A legcélszerűbb megoldásra kiírjátok DVD-re az egészet is kész. 30 másodpercet ad nekünk itt az a kis írás, aztán majd minden befejezés után megnézzük, hogy visszaolvasható-e.
megérdeklődik, ha szeretnénk-e még egyszer, nem szeretnénk még egyet írni, beajánljuk. Most akkor szépen kinyílik ugye a DVD-rom, ezt most újra betesszük, és akkor megnézzük, hogy tényleg itt van-e a fajkezelőbe. Rámenünk a DVD meghajtóra, megkapcsolja a gyors elérést. Tessék, már meg is jelentek, itt van a halonapi képek. Meg is tudjuk nyitani egyből. És akkor szépen lépegethetünk rajta végig, és az egész DVD-n van. És akkor most nézzük meg a videókat. Hát nem a halonapi képek, ez a... Ja, ezért is vértettem rá a tűzoltólaptanát, és na mindegy. Menjünk vissza, menjünk akkor. Igen, ezek a halonapi képek rajta vannak. Egész. Hát most megnézzük a halonapi videókat. Működik-e a halonapi videók. Kell is működik DVD-ről. Kamera van, nézzük. Akkor most innen a összes kacat ki lesz másolva, és le lesz meg törölve, és felszabadul a Winchesteren. Jobb lesz a, gyorsabb lesz a képetek. És marad rajt még HB van. Na jó, van, ennyit akartam az adattárról arra elmondani. Nem mindenki úgy tárolja, hogy akar, de én javaslom a DVD-t, olcsó. 25 darabos, nem 1900 forint. Most már microSD-k se drágákok, hogy nyugodtan lehet kísérletezni. Jó, én ki is lépek most.